Приехали мы с Николаева. Mikolaivból érkeztünk, otthon maradt minden közeli rokonunk és barátunk, édesapám, a bátyám és a nagymamám is. Bízunk benne, hogy jól vannak, és bízunk benne, hogy a háborúnak minél előbb vége lesz. Mikolaivot most folyamatosan érik támadások, ezért ott most nincs lehetőség a megfelelő szintű tanuláshoz, nem lehet teljes értékű életet élni. Gyakran van bevezetve kijárási tilalom, veszélyes az utcán lenni. Próbálták megszervezni a tanítást, távoktatás lett volna, de mivel gyakran van légvédelmi riadó, folyamatosan meg kell szakítani a tanulási folyamatot, és óvóhelyre kellett mennünk. A házak többségén a robbanások miatt betörtek az ablakok. Nem is lehet bennük élni, ezért minél többen próbálnak Ukrajna biztonságosabb részein menedéket keresni, de egyre több várost lőnek az oroszok, állandósultak a légi riadók. Az utolsó pillanatig vártunk, hogy hátha szűnnek a harcok, hátha véget ér a háború. De mivel a helyzet csak súlyosbodott, el kellett jönnünk otthonról. Vonattal sikerült eljutnunk Budapestre. Itt nagy megértéssel fogadtak minket. Kaptunk meleg ételt, segítenek az utazásunk szervezésében, mindenben segítenek, még tisztálkodási lehetőséget is biztosítottak, illetve kaptunk Bécsbe szóló vonatjegyet is. Most oda szeretnénk eljutni.